Sziasztok! Üdvözlök szépen mindenkit! Itt is vagyok egy újabb videóval. Hát sajnos még mindig nem gameplay. Pedig már most 21 szeptemberébe jött a szerelő. Berakta a hiányzó alkatrészeket a gépbe, hogy végre újra tudjak játszani. De azt mondta, hogy jobban járok a Windows 10 20-át felteszem, mert sokkal stabilabb. Hát folyamatos kék halál minden indításnál, és nem érzékeli a internetet, kiderült, hogy tönkretette az internetkártyát, ami a gép, ami az alaplapdagatól a bánata van, akkor a külső kétterhes videómat is tönkretette, 1460 gigabájtnyi dolgot, amik személyesek, meg pontosak voltak nekem. Nagyon örültem, mert fogalmam nincs pontosan, hogy mit voltak rajta, és hát tényleg pontosak voltak. Ráadásul sok olyan játék volt rajta, meg videó, zene, kép, amit még ki sem írtam. Na mindegy, teljünk át a mi kis karácsonyunkra, ami ugye már volt, és lassan itt az új év. És hát itt vannak az új szépsége, mármint egyet kivéve, mivel ezt a kormányt már jól ismerhetitek, mivel ezzel játszottam az RTS 2-t, a Busz Simulator 18-at, mást is próbáltam vele igazság szerint. Nagyon jó kis kormány volt, csak egy kicsit kicsi a kezemnek, de rendszerűen jól működik, és hát az az igazság, hogy ezt a jó kis kormányt egyik rokonomnak fogom ajándékozni, mivel ő is szeretne magának egy gamer gépet, és hát az RTS 2 multival mi játszogatunk együtt, és hát szeretném, hogyha ő is átérezni ezt a jó kis vezetési élményt, ezt a jó kis kormányt. Igaz, hogy a pedált nem használtam a lábam helyzete miatt, mert nem tudtam mozgatni a lábamat, de szerintem örülni fog neki, működőképes, le van tesztelve, semmi baja. Remélem örülni fog neki tényleg. Ehelyett ez a Expressa Drift streaming wheel fogja pótolni az én kis vezetésemet, a további kamionszállítmányozás, buszvezetés, meg terve van egy kis versenyzés is, mivel hogy még rokonom most a Forza 4-et, és tervezi, hogy játszik majd vele, és hát beszéltem vele, hogy én is szívesen játszanám, hisz vannak benne kedvenc kocsiaim, és igaz, nem vagy, nem nagyon szeretem a versenyzős játékot, de ettől most eltekintek, és hát kinéztem magamnak ugye ezt a következő kormány. Kormány, pedál, nagyobb, kor, mind a kettő, és van váltó is, amivel tudja, hogy szenvedni fogok, és ezt majd nézhetitek rajtam a gameplay során, hogy bénázok a váltásnál, de én ezt a kormányt már régebben kinéztem, ezt a Trust kormányt, ami előtte volt, ezt is azért választottam, hogy leértékelésem volt, olcsón jutottam hozzá, és hát kezdő kormánynak kitűnő volt, hogy bele jöjjek a vezetésbe, hogy meg nem hagyok kinyílni. Ja, mert rosszul akartam. Itt is van. Itt van a pedálok. Ugye, nagyon jó, erős pedál. Örülni fogok neki, hogyha végre gyakorolhatok. Ugye, ahogy említettem, már régebben ugye nincs jogosítványom, ami kár.
akkor itt van a mi kis kormányunk. Kormány is annyira jó, hogy ugye én a kormánynak két gomb volt hátul, arra tettem be az indexet. Ennek itt hátul van két index része, amint mindjárt a képen is láthatjátok. Nagyon, nagyon könnyű kattintani bele, jól kattam. Kormány is ugye rendkívül jó forog. Több gomb van rajta, mint a Trust-on volt, úgyhogy több mindent tudok beállítani rá. Például busznál esetleg most már nem a numerikus billentyűre kell beállítanom majd a ajtónyitót, meg zárót, meg egyedeket. És az a helyzet, hogy azért nehezebb visszacsukni ezt a dobozt, de nagyon állat. Akkor a régi fülhallgatón már kezd egy kicsit rosszalkodni a kábele, ugye nagyon meg van törve, hát már hát ugye jó ide használom több mint két éve, jól emlékszem, egy ilyen gaming headsetre fogok rámenni. Ezt a kormányt, ezt a Experience a kormányt, ezt rendesen vásároltam. Ez a kis hangfal pedig szintén végkiárusítás, de nagyon tökély, mert a mikrofonja nem egy ilyen hosszúkás nyavaj, ami esetleg zavarna, nem egy ilyen kicsi pinyurka mikrofon, amit nem, így nem tudom mennyire látni, de a képen szerintem jobban láthatjátok, és úgy olvastam, hogy még ezt a mikrofont le is lehet szerelni róla, úgyhogy remélem nagyon állat lesz. Akkor egy új, most is gamer billentyű van, csak már nem nagyon érzékeli a billentyűket, főleg a VSD-ket, az E, F, V, G, ilyeneket. Ezért egy új billentyűbe is belementem. Egy Genius Gaming Keyboard Scorpio, és ráadásul K215. És hát részben ez egy nyeremény is, mert választhattam egy plusz terméket egy kuponnal, és ez lett úgymond a nyeremény, bár ugye ezért is fizettem úgymond, de nem kellett teljes áron megvennem. Aztán fél áron lett így nyereményként, és hát nagyon örültem neki, mert még utána is még volt egy kuponom rá, úgyhogy még kevesebb lett így. És hát ennek nem pirosak a gombjai, hanem kékek, de nem zavar. Szerintem a másik billentyűből át tudom rakni a pirosat, de nekem a piros jobban tetszik, mint a kék. Ez is világít, úgy, mint a jelenlegi nem világít. Ez az első RGB-s billentyű. Hát nagyon állat lesz szerintem azt használni. Mivel ugye, hogy nem működött a gép, a laptopon tesztelem éppen, és hát, mint láthatjátok, kitűnő. Kábel műzérjét mind elrakni. Aki már esetleg látta egyébként a
Facebookom, ami már posztoltam, hogy minek örültem volna, vagy örülnék ugye jövőre, ugye tavalyi év előtt, meg tavaly, meg a következő, tavaly évben, ebbe az évben, és a jövő évben megjelenő játékok terén, ugye mit szeretnék a géppel kicserélni, hogy jobb legyen a gameplay, stream, felvételek, ne legyenek lagok, ilyenek, jobb felbontás, már nem ilyen közepes szint, hanem HD legalább. De nem tudom, hogy szerzem meg, főleg, hogy a videókártyák ára, ugye most csak az évbe szoktak. Ja. Rettentően, és hát amit ki is számoltam, még tavaly ez az öt dolog, tavaly még ilyen 300-valahány ezer lett volna, most, hogy felmentek a videókártya ára, így már majdnem 500 ezer lenne ez az öt dolog, amit ki akarok cserélni a gépben, de hát. Na akkor a következő egy egér. Bár még várok egy másik egeret, mert akkor lehet, hogy ez tartalékos lesz, mert nem érkezett meg, de később, mert külföldről rendeltem, ugye jó árban, egy nagyon jó kis gamer egeret, amit láthattok most jelenleg, és ezt meg vásároltam, hogyha nem értek, hogyha jó lett volna a gép, ugye ezt használtam volna. Jó kis calling. Na, mondtam, calling. Ilyen nagyon ilyen villámszerű mintázat van benne, és ugye elgyűlt, és folyamatosan látakozik. Nagyon tetszik, mivel már a laptophoz is egy ilyet vettem tavaly. És az utolsó újítás pedig egy új mikrofon, hogy végre élvezhető legyen, ne legyen benne a gépháznak a zúgása a háttérbe, mert azokat mindig hallottam, mint szavart, meg főleg amikor valaki pakolt, vagy nézte a tévét, ami már igazság szerint nem lesz. De ezt a jó kis Trust streaming mikrofont néztem ki, zajszűrővel, amit láthatjátok közelről is. Remélem, adni fogja. Ajánlották páran. Nézegettem más fajtát is, de ugye ezekben is a jobbik fajta eléggé drága számomra. De ezt még megbírtam vásárolni. Hopszika. Jó sok ragasztó van benne egy pillanat. Na, akkor. Még össze kell szerelni. Papír, használatosítás, jó, na már esik le a hangtonzító, jó kis izé, mikrofonszer, közelről is, ahogy láthatjátok, remélem nagyon jó lesz, le lehet kapcsolni, van rajta mute gomb is, ez a szűrő a leglényegesebb benne. Hát, remélem, hogy mindenkinek hasonlóan jó volt a karácsonyi meglepetés, ugye ezeken saját részemről magamnak, de örülök neki, hogy sikerült ezeket az legalább ezeket az újításokat megszereznem.
mondom, a gépet, ezt nem tudom, hogy mikor lesz. Én már nagyon szomorú vagyok miatta, hogy már másfél éve nincs számítógépem, amivel lefoglalhatnám magam meg egyet. Na, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy jövőre már hamarosan újra kezdődhet a videógyártás is. Addig is még egyszer utólag is kellemes karácsony, és hamarosan boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!